Elkezdődött a könyvhéthez kapcsolódó előadás sorozata Halis István Városi Könyvtárban tegnap délután. Az ünnepi könyvhét idén immár 92 éves. A Halis István Városi Könyvtár szervezésében három könyvet és szerzőiket ismerhetik meg a kanizsai könyvhéten. Szerda este a Zala megyei ügyvédség történeti almanakja került középpontba, melyet a szerkesztők Károlyi Attila és Szigeti István mutattak be az érdeklődőknek. A könyvhéten ma délután Márai, pénteken pedig a kanizsai futballis szerepet kap. Nagy Kanizsán mindig különleges. Minden könyvhét abban a szempontból más városokhoz képest, Budapesten kívül nyilván, hogy nagyon sok helyi könyv születik. Nekem meggyőződésem, hogy a szerkesztője vagyok például a Kanizsa antológiának, vagy sok kis helyi kötetnek, hogy Kanizsán 4-5-ször annyi könyv jelenik meg helyi szerzőktől, vagy helyi témákban, mint Zalaegerszegen, vagy mint Kaposvárot, és ennek az egyik oka az, hogy itt a főleg idősebb, 40 év fölötti nemzedékben nagyon sokan írnak, és nagyon sokan szervezett formában, egyesületben két ilyen csoport is van, működnek.